Panasonic 10 évvel ezelőtt kezdte meg a hőszivattyú forgalmazását Magyarországon. Budapest után a balatoni régióban a legmagasabb a beruházási kedv, ahol közel 1000 Panasonic hőszivattyú üzemel megbízható. Mivel egyre népszerűbbek a hőszivattyús fűtési megoldások, ezért az árak is mérséglődnek, így egyre több család számára válik elérhetővé ez a fűtési megoldás. 2000 óta foglalkozunk fűtés és fűtéstechnikával. A hőszivattyút 2007-2008-ban kezdtünk el telepíteni legelsőt itt Balatonfüreden. Azóta minden évben egyre többet és többet telepítünk. Rájöttek az emberek arra, hogy a környezetük fontossága kívül nagyon fontos az, hogy milyen energetikájú házat építenek, illetve hogy mennyi a fűtési, illetve a hűtési költségük, és minél könnyebb felhasználó barát rendszert tudjanak üzemeltetni a saját házunkban. Ennél a családi háznál a készüléknek a vezérlőt kihelyeztük a folyosóra. Itt fölül, illetve alul is látszik, hogy van egy hőérzékelő. Ezáltal ez a vezérlő nem csak vezérlőként üzemel, hanem termosztát üzemmódba is. Pillanatok alatt elérünk minden szinten, minden funkciót. Amikor terveztük a házat, nagyon fontos volt az, hogy egy olyan hűtés-fűtést találjunk, ami energiatakarékos, környezetbarát, és beleillik a házba, dizájn, komfort szempontjából is. A hőszivattyú mellett döntöttünk, nagyon könnyű kezelni, egyszer beállítjuk a hőmérsékletet, és szinte egész évben nem kell hozzányúlni. Nagyon jó a rendszer, nyáron a hűtés az nem fújja a levegőt, mint a régi hagyományos klíma, nagyon jó hőérzetet biztosít, télen pedig a padló fűtéssel kombinálva egy nagyon kellemes hőérzetet biztosít. Nincsenek radiátorok, nincsenek csövek, teljesen eltűnt, letisztult. Nagyon szeretjük. Abban az esetben, ha nem vagyunk itthon, nyaralunk, vagy valami történik, akkor az applikáción keresztül is tudjuk üzemeltetni, illetve állítani a rendszert. Leolvasható a fogyasztása, melyik hónapban mennyit fogyasztott, könnyű nagyon